Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, király a 2024. március 15-e van. Ennek kapcsán beszélgetünk Kiszeli Zoltán politológussal, a századvég politikai elemzési igazgatójával, méghozzá azokról a március 15 i beszédekről, amelyekre talán érdemes odafigyelnünk. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Kiszeriz Zoltán, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Illetve majd Szent Király Alexandra főpolgármester jelöltségéről is beszélünk. Ugye délelőtt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke mondott beszédet a Nemzeti Múzeumnál, illetve az Andrási úton délután 15 órakor Magyar Péter, aki most már a talpra magyarok párt vagy mozgalomnak a vezetője, mert hogy zászlót bontott, ő is beszélet mondott. Egyébként a Mi Hazánk Mozgalom is tartott március 15 helyi megemlékezést, és szerte az országban sok minden van. De akkor kezdjük a miniszterelnöknek a beszédével. A HVG. Azt írja, hogy harcosan fenyegetőző, brüsszelező, hazaárulózó választási mozgósítás volt. Orbán Viktor Március 15-ei beszéde. Ön is így látja. Itt az biztos, hogy a miniszterelnök egy határozott beszédet mondott, és az is látszik, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik. Ja, ha megnézzük az elmúlt mondjuk egy vagy két hét fontosabb eseményeit, akkor azt látjuk, hogy a francia elnök, vagy a lengyel külügyminiszter, az észminiszterelnök nyugati katonák Ukrajnába a küldését sem zárja már ki, ami az ukrajnai háború eszkalálódását vetíti előre. Látjuk, hogy az amerikai nagykövet az ünnep előtt megfenyegette Magyarországot, hogy az USA szerinte nem fogja tétlenül nézni, hogy Magyarország egy alternatívát kínáljon a nyugati tömbön belül, és hát azt is látjuk, hogy bizony az Unióban is fokozódik a helyzet. Az Európai Parlament felszólította az Európai Parlament elnökét, hogy indítson eljárást a bizottság ellen, amiért Magyarországnak felszabadított 10,2 milliárd eurót még ugye tavaly december Emberben. Tehát a helyzet fokozódik, és azt látjuk, hogy. És ez a legszomorúbb egyébként, hogy ezekre az egyébként körülöttünk zajló vitákra vagy konfliktusokra, nem a megoldás, a megegyezés, a kompromisszum irányába ható folyamatok hatnak, hanem pont a konfliktus, vagy ahogy a játékelméletből mondjuk az zéró összegű játszma irányú megoldások jönnek, tehát, ahol már nem kompromisszum születik, mind a két fél enged valamit megegyeznek, de tudnak ezzel a kompromisszummal élni. Hanem bizony az érőszegű játszma azt jelenti, hogy van egy egyértelmű nyertes, és ez feltételezi, hogy legyen egy egyértelmű vesztes is. És onnantól kezdve ugye a vesztes az a, a, a vesztes helyzete megváltoztatására törekszik, a nyertes meg a, a nyereményének a megtartására, és hát ez újabb konfliktust vetít előre. Tehát én ebben a környezetben értelmezném a miniszterelnök beszédét, és azt látjuk, hogy valóban. Ugye a miniszterelnök is érzi ezt a konfliktust, és ezért egy határozottabb beszédet mondott, például azokat párhuzamban állítva a labancokkal és muszkavezetőkkel, akik nem a magyarság jól felfogott vagy többségi érdekét képviselik, hanem a megint a külső érdeket, ahogy a történelem során sokszor őket nevezte árulónak. Tehát ez biztos, hogy egy határozottabb szóhasználat volt, de hát a helyzet is határozottabb. Lehet azt mondani, hogy a magyar belpolitikai mocsáron túlra helyezte a miniszterelnök a tétet, és tulajdonképpen Brüsszelt jelölte meg a legfőbb ellen félként. Ugye többök között azt mondta, hogy Brüsszel nem az első birodalom, amely szemet vetett Magyarországra, de büszke és önérzetes nép a magyar, és hogy mindenki azzal jár jó, ha békén hagy minket, illetve hogy el kell foglalnunk Brüsszelt június 9-én, ha meg akarjuk őrizni a szuverenitást, a szabadságot, akkor nincsen más választásunk. Igen, ugye a beszéd két nagy részre oszlott, az első részben 1848 al vont párhuzamot, itt főként ugye a szabadság témája jelent meg, ugye, hogy egy katedrálist kell építeni, a, magyarság szabadságának nagy építményét, és hát hogy ez mindig konfliktusokkal járt, de hogyha az ember nem téveszti cél szem elől a célt, akkor, akkor a konfliktusok és vereségek ellenére is ugye, eredményes lehet, és hát igen, a miniszterelnök valóban 1848-al a kiegyezést állította párhuzamba, amikor a vesztes forradalom és szabadságharc után az osztrákok belátták, hogy jobban járnak, ha kiegyeznek a magyarokkal, akkori magyar elittel, és akkor békén hagyták a magyar elitet. Tehát ez főként talán Pressman amerikai nagykövet szavaira válaszul érthetjük a miniszterelnök ezen szavait, hogy nem támadni kell minket, hanem kiegyezni a magyar, magyarokat képviselő kormányjal, vagy a magyarokkal. És hát igen, miután ugye a háború és a békekért, a magyar kormány egyértelműen a béke kérdését, vagy békeálláspontjára helyezkedett a Ferenc vagy a világ kétharmadával egyébként nem lehet elégszer elmondani, hogy csak a nyugati buborékban van a magyar álláspont kisebbségben. Egyébként a század pont két hete adott ki egy kutatást, ahol a, a, 30 európai országban kérdeztük meg az embereket a nyugati katonák Ukrajnába küldéséről, ami most ugye felvetődött, és az európai válaszadóknak 67-es százaléka azt mondta, hogy inkább ne küldjünk nyugati katonákat Ukrajnába. A Arány. Egyébként ez visszaköszön már ezekből a, a kutatásainkból, hogy a legalacsonyabb arány, de ami még mindig relatív többséget jelent, ez ilyen 45 és 55-55 százalék 55 közötti támogatottság. Tehát a Baltikumban, Lengyelországban, a skandináv országokban, ahol alacsonyabb a, ennek az elutasítottsága, de ott is mondjuk 45-48-50 százalék mondja azt, hogy ne. Viszont minél nyugatabbra megyünk, vagy délebre, annál magasabb, tehát mondjuk Magyarországon 85% mondja azt, hogy ne küldjünk nyugati katonákat. Tehát, tehát a helyzet az fokozódik, és innentől gondolom azt, hogy a miniszterelnök a beszéd második részében Valóban Brüsszelre helyezte a hangsúlyt, ez most már az aktuális része az ünnepi beszédnek. És hát igen, ugye Brüsszel ugye korábban a Brüsszel megállítása volt az előző európai választásnak a fő jelmondata, most már Brüsszel elfoglalása, egy ambíciózusabb cél. És hát azt látjuk, hogy megadta a receptet is, hogy azokkal a, a politikai erőkkel kell a magyar jobboldalnak szövetkeznie, amelyek Nyugat-Európában is a békepártján állnak a gazdák, pártján állnak, vagy az elszegényedő középosztályt akarják felkarolni, és hát ugye ezt mondta is a miniszterelnök, hogy Szlovákiában már bekövetkezett egy ilyen politikai fordulat, és hát Ausztriában a szeptember végi választáson várható egyébként egy ilyen fordulat, és hát nyilván a legfontosabb az eró... a nem európai, hanem az amerikai elnökválasztás lesz, ami úgymond kívülről hathat az Európai Unióra, hiszen ha Donald Trumpot választják november 5-én az amerikaiak elnöknek, és 25. január beiktatják, akkor nyilván az Európai Unió döntéshozóinak is Donald Trumphoz kell valahogy viszonyítaniuk a politikájukat, tehát ezért bizakodik a miniszterelnök, hogyha ezek a választások így sikerülnek, akkor azt a politikát, amit ő itt Magyarországon a legutóbbi 22-es választás eredménye alapján széles felhatalmazással visz, hogy akkor ennek több szövetségese lesz, hiszen nyugati buborékon belül a magyar álláspont akkor lehet eredményes, ha több szövetséges talál, és hát ez a választás lehetséges, nyilván az európai választás is egy ilyen választás. Annak mennyire van jelzés értéke, és ez most már a beszéden túl, hogy idén például nem volt békemenet, pedig még korábban szó volt róla, hogy akár lehet is, illetve hogy a miniszterelnök ugye az ellenfelé, politikai ellenfelé szerint inkább zárt körben kordonak mögött előre meghívott vendégek előtt mondta el az ünnepi beszédét. Hát ugye a békemenet az, az, egy spontán dolog, tehát ha visszaemlékszünk, ugye az mindig akkor szokott aktuálissá válni, amikor úgymond helyzet van. Most nincs helyzet? Hát említettem, hogy most is helyzet van, de talán az emberek most ezt nem érzik annyira. Tehát, tehát mondjuk ez egy, tehát az, pont az, 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 adja a békemenet erejét, hogy, hogy, hogy az egész ország, vagy szinte az egész magyarság megmozdul. Tehát ez volt talán a, a békemeneteknek az az elementáris ereje, ami a spontaneitásból jön, hiszen ugye az emberek maguktól mennek a, a békemenetre. Ugye most utalta a miniszterelnök arra a beszéd első részében, hogy hát 48-ban egy békés forradalom zajlott, és hogy az emberek átsétáltak Pestről Budára, hogy a Táncsis Mihályt kiszabadítani, és hogy ez volt az első békemenet, tehát utalt erre a, 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 békemenetre, de, de most ez nem volt. Hát nem, hát mindig ugye egyrészt ugye ez egy, egy állami ünnepség volt, és hát láttuk, hogy azért az biztonsági intézkedések indokoltak voltak, voltak törekvések arra, hogy megzavarják, hogy ilyen molinókat vittek, tehát megpróbálták ezt, ezt a színpadot mások is fellépésre használni, de nem meghívott tömeg volt, hogy bárki mehetett az állami ünnepség Ilyen szempontból én ezt a vádat nem látom megalapozottnak. Igen, hát nyilván keresik a fogást a miniszterelnök beszédén, mert a hazai ellenzék, vagy a dollár média, ők nyilván, ami a miniszterelnök beszédétől, azért félnek, mint ördög a tömjén füstől, mert a békepárti álláspontra nem tudnak mit mondani. És hát nyilván azért habosítják a kegyelmi botrányt, azért habosítanak mindent, hogy, a, hogy ne a legfontosabb kérdésről beszéljünk, amiről a miniszterelnök a beszédében, hogy most Európa a háború és a béke vízválasztójánál, és hogy a, a, magyar kormány a béke pártjánál. Nyilván a baloldalnak ez kellemetlen, mert ők Brüsszelben, vagy a 22-es választáson bizony a háború pártján álltak és állnak most is, és ezért nyilván mindenről beszélnek, csak erről nem. Akkor most érünk át Magyar Péternek a zászlóbontására az Andrássy úton, ahol láthatóan sokan voltak, bár pont ugye önnel is beszélgettünk ezelőtt egy adással, hogy ugye egy zászlóbontásból vajon mennyit kell leszűrni. Ön hogy értékeli azt, ami ott kialakult, tehát a tömeget, az embereket, a hangulatot és Magyar Péter beszédét? Igen, tehát egy, láttuk most a kommunikációs építkezésnek a, a, az első fontos állomását, ugye ez nagyjából, ugye február elején indult, a kegyelmi ügy Hullámán vált ismerté Magyar Péter, egy új értelmezést adott ennek az ügynek. Ez látszik is egyébként, hogy nem a, a, a baloldali ellenzéknek kedves módon vitte, hiszen ők megpróbálták a kormányt pedofil támogatóvá mosni, vagy össze mosni a kormányt ezzel a fogalommal. És hát látjuk, hogy a baloldal nem igazán tudott ebből profitálni, akár a közvéleménykutatásokat, ha megnézzük, hogy akik a Fideszről lepotyogtak, egyébként az elmúlt 14 év Folyamataihoz Hasonlóan a bizonytalanok táborát gyarapítják, nem mennek át a baloldalhoz, nem tartják vonzónak azt az alternatívát, és szerintem érzik az emberek, hogy most azért próbálják ezt a kegyelmi botrányt a baloldalon habosítani, vagy napirenden tartani, hogy ne arról kelljen beszélni, hogy nem sokára megszavazzák Brüsszelben a, a migráns kvótát, vagy ugye a háború és a béke kérdésében Ukrajna, hogy veszít a fronton, ahogy kifogynak a lőszerből és a katonából, hogy ugye hogy akkor a nyugatiaknak kell beugrani, és nyugatiaknak kell az utolsó ukrán után átvenni a háborúnak a vitelét, ugye Macron erre készíti fel a nyugat-európai társadalmakat, vagy a lengyelek az észre. Tehát ilyen szempontból Magyar Péter egy a, a kommunikációs tankönyvek, vagy a politikai tankönyvek lapjait ö, 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 olvasva halad, tehát az látszik, hogy volt egy kommunikációs felvezetés, és igen, ma megtörtént az ászlóbontás a választások előtt három hónappal, tehát ilyen szempontból ez egy optimális időpont. Egy új pártnak a választás előtt három kötőjel hat hónappal kell megalakulnia. Ez elég idő ahhoz, hogyha ügyesek, jó témájuk van, akkor népszerűvé váljanak, ismerté váljanak, és kevés idő ahhoz, hogy, hogy lejáratódjanak, vagy, kide, vagy, hit, vagy nagy hibákat kövessenek el. Tehát ilyen szempontból ez jó, és hát az is a tankönyvi példákból, vagy tankönyv szerint halad, amikor ugye ugyanúgy meghirdeti a maga mozgalmát, ez a talpra magyarok mozgalom, én ezt még csak egy ilyen mozgalomnak tartom, ahogy mondjuk Orbán Viktor meghirdette a polgári körök mozgalmat 2002-ben. Csak ugye itt mindenki azt a hibát követi el, hogy, hogy próbálják másolni a Fidesz, csak nem értik a logikáját. Ugye a 2002-es választás, a két forduló között az akkor fragmentált jobboldalnak a szavazói mind beálltak a Fidesz még versenyben maradt jelöltjei mögé, mert, ne, mert a Fideszes jelöltnek volt esélye legyőzni a szocialista jelöltet, ahol még volt második forduló. És a korábban kisgazda, miépes, kdmp s MDF-es, mindenfajta jobboldali formációnak a szavazói egyöltetűen felsorakoztak a Fidesz jelöltje mögé, minden Fajta kérés nélkül, mert ott érezték az esélyt. És Orbán Viktor nem tett mást 2002. májusában, mint a vesztes vereség után, egyben tartotta ezt a szavazóbázist. Tehát ez egy alulról induló mozgalom volt, amit Orbán Viktor becsalt becsatornázott, és ezzel tudta a különböző pártoknak a szavazóit, a pártok elitjével kötött alkú nélkül egyben tartani, és ez az ő teljesítménye, hogy 2002 és 10 között erre az alulról érkező lendületre, vagy ős energiára tudta építeni a Fidesznek először a szövetségé válását, és utána ugye a valódi néppártá, vagy vagy De azért ez részben válását. nem úgy volt, hogy megkérte az akkori kabinet főnökét Hende Csabát, hogy kezdje el szervezni a polgári köröket? Persze, de, 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 de ha nem lett volna ez az őserő, hogy a két forduló között az addig különböző pártokra szavazó, vagy különböző pártok zászlaja alatt um, um, politizáló emberek maguktól alulról önkéntesen álltak be a polgári körök mozgalomba, tehát és tehát ezt nem értették egyébként, mert Márkizai Péter létrehozta a Kossuth köröket, az a Momentum létrehozta a cselekvésköreit, tehát mindenki próbálkozott ezzel föntről. És hát most ez lesz a kérdés, hogy Magyar Péter is most ő föntről, Próbálkozik, mert van egyfajta elégedetlenség, ez látszik a videóinak a, a megtekintett, a, tehát a, kattintás számokban, látszik, hogy most is azért sokan mentek oda hozzá, csak neki igazából most, és ez a válasz úrnak a kérdésére, hogy neki most az a feladata, hogy egy laza mozgalmat hozzon létre, mert egy párthoz nem biztos, hogy sokan csatlakoznak, pláne a DK-sok, momentumosok, kutyapártosok, akik úgymond szimpatizálnak egy másik párttal. De egyáltalán ők nem... a célcsoport, mert ugye ő azt mondja, hogy a közepet hozza most létre, hmm. A politikai közepet. Nem, tehát a mo most neki igazából a tankönyv szerint most neki struktúrát kell építenie. Ugye van egy van és ezt a van mensót kell fölépíteni. Most volt egy pár, egy nagy ervint láttuk talán a színpadon. Tehát igazából neki most 400 embert kell találnia ezekben a körökben, ezekre a talpra magyarok körökben. Minimum, tehát 400 ember az már elég ahhoz, hogyha ha fejenként 50 aláírás gyűjtnek, meg lesz a 20 ezer aláírás, amivel elindulhatnak az európai parlamenti választáson. Tehát azért is halogatja a pártjának a bejelentését, egyrészt mert így érdekes marad. Bocsánat, tehát, de, de most hadd kérdezik, minden... mert nekem úgy tűnt, hogyha az ne? európai parlamenti választáson egyébként nem indulnak. Ugye az ATV-ben adott interjút az egyenes beszédben, ahol azt mondta, hogy ő nem biztos benne, ez pár nappal ezelőtt így volt, hogy egyáltalán fel tud addig állni a politikai formációjuk, és lehet, hogy az LP választások után, amikor új helyzet teremtődik, akkor indul majd el a pártjuk, és azt mondta, hogy majd március 15-én bejelenti, most meg ugye azt jelentette be, hogy elindul a talpra magyarok mozgalom. Hát ezért mondom, hogy a mozgalom az egy, az egy, úgy hívjuk ezt, hogy a gyenge kötések elmélete, tehát ha egy párt lenne, a pártba belépni azt a magyarok nem nagyon szeretik. De egy mozgalomhoz lazán csatlakozni az egy, az egy kisebb elhatározás, tehát kisebb ellenállást kell legyőznie magának abban, val valakinek az iránt, hogy, hogy, hogy egy, egy, mozgalomhoz könnyű csatlakozni, mert onnan bármikor kiléphetek. Egy párt, ugye, az már egy komolyabb elköteleződés. Nem, tehát most neki 400 embert kell keresni, én azt gondolom, hogy ez az én véleményem nyilván hogy szerintem el fog indulni az EP választáson, mert különben úgy jár, mint Bajnai Gordon, aki a Bajnai ugye 20, 12. október 23-án alapította meg a mozgalmát, és 14-ben volt a választás. És két évet nem tud kiénekelni. Tehát tehát ha most nem, most nem szervezi meg a, a magát, és indul el az európai parlamenti választáson, hát ki tudja, mi lesz itt még 26-ban. Tehát addig bármi megtörténhet a, tankönyv azt mondja, hogy ha most létrehozza ezt a mozgalmat, a talpra magyarok mozgalmat, talán 400 embert, 400 aktivistát, akik összegyűjtik neki a 20 ezer aláírást, akkor el tud indulni a választáson. Nyilván, tehát a, szervezetileg ez megoldható, hiszen hogyha egy alvó pártot átvesz, ugye rengeteg alvó párt van, akkor egy alvó pártot át tudnak alakítani, és hát a bíróság talán ez alatt a három hónap, pláne ha már megtették egyébként, ugye nyilván ez, mint mondtuk, február eleje óta a minimum Készülődnek, vagy magyar Péter készülődik erre. Tehát, hogy egy alvó pártot átalakít, akkor onnantól kezdve nyilván megvan az esélye arra, hogy ezzel a 400 emberrel, 400 aktivistával össze tudja gyűjteni a 20 ezer aláírást, mert hogyha most akár csak 1-2-3 százalékot elér, vagy maximális célként egy mandátumot meg tud szerezni, akkor ezzel a magyar pártverseny úgymond tartós szereplőjévé válik. Emlékezzünk vissza a 2009-es választás, európai választásra, ahol a, a, Jobbik három mandátumot szerzett, és az LMP listán megelőzte az SDS, az SDS valami 2 százalékot kapott az LMP talán 2 és 2,3-at, de azzal, hogy az LMP erősebb lett listán, még akkor is, ha nem kapott mandátumot, mint, a, mint az akkori SDS, ez azt mutatta, hogy ebbe van erő. Vagy emlékszünk 2019-re, amikor mondjuk a Momentum tudott két mandátumot szerezni parlamenten kívüli pártként, ez biztos, hogy sokat segített nekik azon, abban, hogy, hogy komolyan vegyék őket. Tehát Magyar Péter is szerintem azért kell, hogy elinduljon a tankönyv szerint legalábbis, mert ha most 1-2-3 százalékot elér, vagy nyilván ő 200 ezer támogatót akar összegyűjteni, mert nagyjából 200 ezer szavazat kell egy mandátumhoz, ő neki most három hónapig érdekesnek kell maradnia, nyilván minden napra próbál egy hírt betáplálni, most még egy-két napig azzal jár majd a tévé stúdiókban, hogy milyen sok embert mozgósított, nyilván naponta fog bejelenteni esetleg egy egy-egy csatlakozót, vagy egy-egy hírt, mert neki még három hónapig kell érdekesnek lennie, és a dollár média egy darabig ugye az árulást szeretik, az árulót nem, mert mostantól kezdve, ha bejelenti a pártját, onnantól kezdve a legtöbb kutatás alapján a baloldaltól fog elvenni mandátumot. Ja, a medián 13 ra mérte egyébként. Jó, hát a medián... a medián ja, Bajnai Gordont is 14 ra mérte, amikor zászlót bontott 12. októberében, aztán láttuk, hogy mi lett belőlük, tehát ez majd ki fog simulni nyilván, ugye minden csoda egy napig tart, tehát azt látjuk, hogy mindjárt, én azt gondolom, hogy neki most egy mozgalmat kell alapítania, kell találnia néhány száz, akár négyszáz aktivistát, nyilván a pártját bejelenteti valamilyen módon ugye többször beszélt egy harmadik erőről, ugye a 444-es interjújában egy harmadik erőről beszélt, és hát el is mondta a célját, hogy a, hogy a következő országgyűlési választáson ezen harmadik erő nélkül, amit ő vezet, ne lehessen kétharmadot szerezni, és hogy ezzel a tárgyalási pozícióval ő el tudja érni azt, hogy a kétharmados rendszert változtassák meg, és a mostani kétharmad által kinevezett tisztségviselők helyére másokat válaszanak. Legalábbis ugye én így... Ö, ugye ezt már a, a mostani szabad... tüntetésen is elmondta, igen, hogy Polt Pétertől kezdve az állami szemvevőszék elnökén keresztül, aminek szintén van egy külön pikantériája a Magyar Péter szájából talán, illetve a, ugye a Kehinek a vezetőjét említette még, tehát hogy ezeket a kétharmad alkotmánybíróságot is említette. Viszont ugye felmerül az a kérdés, hogyha Magyar Péter érdekes tud maradni, mert pedig ugye most nagy tömeg volt, és ténylegesen mondjuk, akiknek elegük van az ellenzékből is, meg a kormánypárból is, tehát úgymond a bizonytalanokból, akikből elvileg azért sok van, hogy azokat meg tudja-e tartani akár 2026-ig, hiszen a valódi tét akkor van hát ezért kell most neki legalább egy-két-három vagy öt százalékot meg, megszereznie, mert tehát egyrészt ugye ígérgetett mindenfajta leleplezéseket, ebből semmi sem valósult meg, tehát lehet farkast kiáltani, először komolyan veszik, másodszor, harmadszor már nem. Tehát most Magyar Péter ott tart, mint, mint Simicska, vagy, vagy Pesti László, hogy, hogy terítenie kell. És az elkövetkező három hónapban kell egy olyan lapot az asztalra tennie, ami nem a médiából már ismert korábbi ügy, Pesti László is legkésőbb itt lett érdekte, amikor egy már egyébként lerágott a média által tárgyalt, és ugye bírósági szakaszba ért ügyet hozott fel állításainak az igazolására. Tehát Magyar Péternek is előbb-utóbb valamit, valamilyen konkrétummal kell előjönnie, amivel igazolja a korábbi szavait. Hát ezt próbálja most ezzel az aktivizmussal palástolni, hogy, hogy, hogy egy nap egy bejelentés, ugye próbálja kihúzni az időt, és hogyha most nem indul az európai választáson, akkor egyéb ki tudja, hogy 26-ra hány új párt fog alakulni, mert láttuk most is, ugye egyrészt voltak ilyen ugye jobbik árvák, MSZP árvák, ugye vonagábortól kezdve, Jakab Péteren át, Mesterházi Attiláig. Tehát van mindig egy olyan politikus generáció, akik kisodródnak az anyapártjukból, és saját pártot alapítanak, aztán minden választás előtt ugye ez a folyamat elindul, ugye ezek általában sikertelen kísérletek, de most is a számok azt mutatják, hogy ezek a törpeformációk nem nagyon számíthatnak támogatottságra, de Lényeg az, hogy ha most nem méretteti meg magát Magyar Péter egy az új pártjával, akkor két évig nem tud érdekes maradni, hiszen mindig vannak új helyzetek, új témák, új új új, új csillagok az égen. Tehát én azt gondolom, hogy most nem sokára a párt bejelentésével nyilván egy olyan pártot fog bejelenteni, ami jogilag stabil. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a bíróságon be van jegyezve, és hát, hogy ő ennek a pártnak valamilyen vezetője, illetve hogy a tíz ember kell a párt alapításához, ugye ez feltétlenül már megtörtént, de a párt elnökségében olyan emberek lesznek, akikben ő megbízik, akik vele egyetértenek, és hát nyilván ezeknek az embereknek a, az ismerté válása is egy újabb a hír, hogy kik, kik, vannak a párt elnökségében például, és akkor már is ugye ez újabb egy-két-három napra témát ad. Hát és ugye a Facebook aktivitás az, amiben ő nagyon ügyes, de hát azt látjuk, hogy az általános iskolák tananyagát mondja fel, akár Petőfi verseket, vagy, vagy másokat, meg hát ugye ilyen közhelyes chat GPT is ö, szövegeket hallunk, ami nyilván nagyon jó, nagyon találó, de hát ugye konkrétumok nem nagyon vannak benne, hogy legyen Igen, de hogy a Fideszt vette, hiszen a Fidesz is egyszerű üzenetekkel jön folyamatosan, és láthatóan működik 14 éve. Itt megint ott tartunk, hogy, hogy a polgári kör az azért működő modell, mert az alulról jött. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy folytatjuk, akkor, akkor ő azt az előző kormányzását tudja a ladba tenni, amikor az emberek pontosan tudják, hogy mit kapnak a Fidesztől Orbán Viktortól a családtámogatások kapcsán, vagy mit kapnak a háború és a béke kérdésében a migrációnál. Tehát ott az emberek tudják, hogy mit kapnak. Egy, egy bevezetett brandről van szó. Ugye Magyar Péter egy új brand, neki még meg kell mutatnia, és hát ugye Kunhalmi Ágnes is követelte az oktatási minisztériumot, látjuk az orvosi kamara is szeretne egészségügyi minisztériumot, tehát ezek nem olyan új követelések, vagy olyan radikálisan új követelések, és Magyar Péter lehetett látni, hogy amikor a határon túli magyarokról beszélt, vagy amikor a nemzeti szimbólumokról beszélt, akkor a tömeg egy része nem tapsolt, vagy, vagy mondjuk nem annyira. Vagy amikor azt mondta, átélt. hogy ő úgy gondolja, hogy mindenképp meg kell kapnia a brüsszeli forrásokat. Egyébként nagyon érdekes, mert én a klubrádiónak a közvetítését néztem a YouTube-on, ahol a közönséget sokkal jobban lehetett hallani, mint a hivatalos Facebook oldal, és ott a közönség reakciókat érdemes visszanézni a hallgatóknak egyébként, hogy például ennél a résznél úgy kicsit meg is fagyott a levegő, amikor azt mondta, hogy én nem értem Egyet az ellenzék egy részével, aki azt mondja, hogy ezeket a forrásokat mindenképp blokkolni kell. Én a, a Facebookon néztem a közvetítést, amikor a határon túli magyarokról beszélt, akkor láttam azt, hogy kevesebben tapsoltak, vagy mintha kisebb lett volna a lelkesedés. Hát igen, tehát egy újabb messiást látnak az ellenzéki szavazók, ugye régen volt tüntetés, és hát nyilván most a különböző pártok támogatói kimennek oda, de hát látjuk egyébként, hogy ahogy közeledünk a választáshoz, a mezőny is élesedik. Tehát azzal, hogy a kutyapárt előadta ezt a kutyakomédiát, ugye, hogy most visszalépnek, nem lépnek vissza, ezzel igazából megerős megerősítették Kovács Gergőnek az indulását, mert ugye az, hogy lemondott az elnökségről, és a tagság úgymond visszatapsolta, ezzel ugye megerősítették, plusz ugye, hogy bejelentették a saját főpolgármesteri jelöltjüket, ezzel igazából ők most ugye elléptek egy nagyot a, 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 baloldaltól, tehát tesznek is gesztust a baloldal felé, azzal, hogy, hogy, hogy Kovács Gergely részt akar venni az előválasztáson, de ugye a baloldal azt fogja tőle követelni várhatóan, hogy, hogy oké, induljon az előválasztáson, de hogyha megnyer akkor fogadja el az egyéni képviselői jelölteknek a pártok által már előre meghatározott felosztását és a közös listát. Ez ugye Kovács Gergő meg azt nyilatkozta, hogy ő csak akkor tud eredményes polgármester lenni, hogyha a kutya párt állítja a testületi többséget, és neki saját jelöltekre van szükség, akiket, akikkel ő majd a testületben tud kormányozni. És hát a baloldali pártok ebben nyilván nem mennek bele, tehát ő elfogadja az előválasztást, és azt várja, hogy a baloldali pártok ne fogadják be őt az előválasztásba, nem fogadja el a közös listájukat, és akkor úgymond hozott is ajándékot, mert akar előválasztáson részt venni, és nem ő a rossz fiú, hanem a baloldaliak, akik úgymond nem engedik őt indulni az előválasztáson. És akkor ugyanezt előadják a fővárosban is, tehát azt látjuk, hogy, hogy egyre többen állnak a rajthoz, és igen, ugye Magyar Péter is a beszédében, amikor nem ígért örök életet meg ingyen sört, akkor pont meghatározta azt, hogy a kutya pártal versenyez, például az ellenzék váltó szavazókért, vagy hát a momentummal is, amely sokszor beszéltünk itt a műsorban is arról, hogy Donát Anna beleszeretett a lengyel modellbe, ahol három formáció volt a szivárványnak a, a, az, az alkotója. És ugye most Donát Anna is azt remélte, hogy ő el, el tudja adni, elő tudja adni az ellenzékváltó pólust, ugye, aki kritikus Gyurcsánya, kritikus a régi baloldallal, de hát ugye most 17 helyen kötöttek Budapesten alkot, így ezt nehéz lesz eladni, és hát igen, itt jelentkezett be a kutyapárt, talán Magyar Péter is, amikor a régi ellenzéket szídja, akkor, akkor ugyanezekre a szavazókra pályázik. A probléma ott van egyébként, hogy a szavazófülkében a szavazónak csak egyik szet lehet majd az LP listáknál tenni, tehát Magyar Péternek is, mint ahogy a kutyapártnak is, az lesz a problémája, hogy három hónapig érdekesnek maradni, illetve hogy hogyan tudnak úgy különbözni a többi baloldali párt. A Fidesztől nagyon kevés szavazatot tudnak elhozni, ha jól emlékszem, itt az utolsó kutatás, akkor két-három százalékot írtak Magyar Péternek, hogy annyit tudna elhozni a Fidesztől. De hát itt az is egy kérdés, hogy 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 ezek összeadó, összeadhatók, ezek a voksok, vagy, vagy hogy ugye egy 50%-os részvételnél, ami az önkormányzati választásokra jellemző volt, ilyen 50-55% között szokott lenni. Budapesten kicsit magasabb, talán az ország egyes részei, részeiben talán kicsit alacsonyabb. De ugye, hogy, hogy itt főként a nagyvárosi szavazókra pályáznak ezek a pártok. Ugye egyetemi városból van nagyjából 5-6, ilyen nagyobb város Magyarországon. Tehát ott igazából ezek, a, ezek az alternatívák, és hát igen, a legnehezebb három hónapig érdekesnek maradni. Na és akkor az utolsó témánk már a Szent Király Alexandra lett a Fidesz főpolgármester jelöltje, ami talán azért is izgalmas, mert Tarlós Istvánnal én időről időre beszélgetek, és az elmúlt években ő mindig mondta, hogy nagyon örülne, ha Szent Király Alexandra lenne a jelölt. Aztán az utóbbi években, meg mintha ez a fókusz, mintha más felé terelődött volna, ugye még a legutóbbi sajtóinformációk is azok voltak, hogy Ferenc Orsolya lesz a Fidesz jelöltje, ugye ő az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Hogy látja Szent király a jelöltségét, azt jelzi ez, hogy a Fidesz lemondott a fővárosról, vagy pont, hogy Szent király Alexandra az esélyes jelölt? Hát ugye Szentkirályi Alexandra Tarlós Istvánnak az egyik helyettese volt, kultúráért, sportért felelős főpolgármester helyettes volt öt évig, tehát dolgoztak együtt, van városvezetői tapasztalata, tehát ilyen szempontból szerintem, amikor Tarlós István ajánlja, akkor egy olyan embert, egy olyan politikus nőt ajánl, akivel ő dolgozott, és akinek ismeri a teljesítményét. Nem, tehát az, az, arról mi is beszélgettünk talán, hogy a Fidesznek, mint kormánypártnak, legerősebb magyar politikai formációnak muszáj jelöltet állítania, hiszen ugye a főváros tehát akkor nem Vitézi Dávid lesz a Fidesznek a jelöltje. Az mert nem, hát, nem, hát nem. nem hát nyilván úgy, hát, hogy hogyha még talán az országos válaszmánynak kell jóváhagynia, de a fővárosi Fidesz már jóváhagyta, nyilván a KdMP is felsorakozik mögé, De az a lényeg, hogy, hogy Szent Király Alexandra Fidesz kdmp nek a közös jelöltje. Most ide megnéztem az utolsó választásokat a 19. es LP önkormányzati, illetve a 22-es országgyűlési választásoknak a budapesti listás eredményét. Azt lehet látni, hogy a Fidesz mondjuk 19-ben az LP választáson alacsonyabb, volt a részvétel, de az is mondjuk ott, ott ilyen 40 százalék körül volt. Most ugye az országgyűlési választáson jóval magasabb volt a, a választási részvétel Budapesten is, inkább mondjuk 70 százalék, de, de a, ami a st st stabil volt. <kül> az utolsó három országos választáson, hogy a Fidesz nagyjából 40 ot kapott listán a fővárosban. Hát nyilván ez hullámozhat, tehát ez lehet 35 is, lehet 45 is, de az a lényeg, hogy, a, hogy nagyjából 40 százalék körüli eredményre számíthat a Fidesz a korábbi választások tapasztalat alapján, tehát és ezeket a szavazókat nyilván egy saját jelölt tudja a legjobban megszólítani, és hát ezért is kell többek között egy Jöltvitézi Dávid, ugye még a hónap végéig vár nyilván, hogyha most már megvan a Fideszes jelöltnek a személye, akkor olyan kutatásokra vár, hogy milyen esélye van. Hát és, és Vitézi Dávinnak hát még egy nagyon fontos kérdést el kell döntenie, hogy ő szakpolitikusból, közlekedés politikusból, szakemberből, vagy hát szakpolitikusnak hívjuk ezt, de igazából ö, aki inkább szakember, hogy, hogy pártpolitikussá akar-e válni. Mert hogyha elfogadja az LMP felkérését, és az lmp nek lenne a főpolgármester előtt, akkor ő visszavonhatatlanul már pártpolitikus lenne, hiszen nem csak a közlekedésből áll Budapest, és a fővárosi közgyűlésbe, ha beválasztják, akkor ott, ott nyilván nem csak a közlekedésről kell beszélni, hanem a város minden problémájáról, tehát ezt neki is el kell dönteni, hogy akarja -e ezt a lépést. Mire lehet számítani? Ugye most, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Szent Király Alexandra azt kommunikálja, hogy Gyurcsány Ferenc embereit kell Karácsony Gergelynek kifizetni, és ezért állunk a dugókban, ezért olyan Budapest állapota, amilyen ugye miközben látjuk, hogy a budapesti felmérésekben mintha az ellenzék erősebb lenne. Meg lehet-e fordítani? Tehát egyrészt lehet -e azt mondani, hogy jelenleg Karácsony Gergelynek jobban áll az ászló, mint Szent Királyi Alexandrának, vagy meg lehet-e fordítani egy jó kampányjal ezt a hangulatot? Hát a számok azt mutatják, hogy, hogy, hogy ha összeadjuk a baloldali pártok támogatottságát, a, és ezek a szavazatok megjelennek karácsony Gergely mögött, akkor, akkor most karácsony Gergely nyilván jobban áll. Tehát ami, ami, talán az ő helyzetét gyengíti, hogy az LMP és a Jobbik, tehát két olyan párt, amely egyébként ennek a baloldali összefogásnak a részese, saját főpolgármester jelöltel indul. Ugye a Jobbiknak Brenner Koloman országgyűlési képviselő, a főpolgármester jelöltje, az LMP Vitézi Dávidot kérte fel, erről beszéltünk. Ha elfogadja a felkérést, akkor tehát minimum ennek a két pártnak a szavazói a nagy része talán a, már nem szavaz. Karácsony Gergelyre, illetve hát ugye az is egy kérdés, hogy az önkormányzati választás idején tartott európai választás témái mennyire fogják áthatni vagy meghatározni a nagyvárosokban. Tehát kifejezetten a tízezer főnél nagyobb településekre kell gondolni a szavazási magatartást. Tehát nyilván itt, amit ugye talán... Ilyen helyzet most lesz először ráadásul emlékeim szerint. Igen, igen, ugye 14-ben 14, -ben, 14 -ben is és 19-ben is külön volt, ugye tavasszal európai választás is összel volt az önkormányzat Választás, amit most ugye a költségtakarékosság jegyében összevontak. Tehát mondjuk, hogyha az ukrajnai fronton olyan események történnek, ami a háború és a béke kérdését mondjuk az előtérbe állítják, akkor nyilván ez a kormánypártnak kedvez, de látjuk, hogy április végén vagy áprilisban szavaznak a migrációs kvótáról, tehát például ez is egy olyan téma, ami nyilván Karácsony Gergelynek nem jó. Hát a Gergely ugyanúgy, mint Botka László vagy Demszki Gábor annak köszönheti a sikerét, hogy az egyébként baloldali és a liberális szavazók, azok egyesülnek mögötte, és két nagyobb szavazói tömbre számíthat, míg a jobb oldal pedig ugye csak a saját szavazóira számíthat. Budapesten, mint mondtam, ez átlagban ilyen 40 százalék körül lehet, tehát mondjuk, de a 40 százalék, hogyha többiek egyesülnek, ugye akkor hiába egy erős százalék, hogyha a több, másik oldalon több van. És hát igazából a Szent Király Alexandrán szerintem azért is választhatták egyrészt a tapasztalata miatt, hogy már volt főpolgármester fő helyettes, másrészt, hogy ő egy népszerű, vagy nem megosztó, vagy pozitív személyiség, ha megnézzük kormány az elmúlt három négy évben csupa pozitív témát vitt, tehát a, a, palackok visszaváltásától kezdve az ország bérleten át, tehát csupa pozitív téma, illetve a közösségi médiában is, ha megnézzük, nagyon aktív, tehát a TikTok, a YouTube, Facebook bejegyzéseit is sokan kedvelték, tehát ez is például azt mutatja, hogy ő egy kevéssé megosztó személyiség, inkább pozitív, a témái is inkább pozitívak, és hát nyilván, ugye miután itt ezen a választáson feltétlenül a törzszavazók fognak elmenni szavazni, ezért a, a jobboldali szavazókat lehet Gyurcsány Ferenc képével mozgósítani. De hát azt is látjuk egyébként, hogy, hogy amiket mond, az, az, az igaz is. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy olyan emberek vannak a fővárosi cégek felügyelőbizottságaiban, vagy, vagy egyes cégek élén, akik nagyon szorosan köthetőek a, a Gyurcsány korszakhoz, vagy, vagy, vagy a DK-hoz, és hát, hogy ezek a, ezek a személyek, ezek az érdekkörök határozzák meg a főváros működését, és hát igen, nyilván itt a hitpénzbotrányra gondoltunk, ugye a baloldal nem csak azért habosítja a kegyelmi ügyet, vagy próbálnak még egy bőrt lehúzni róla, hogy a, hogy a háború és a béke kérdésében, vagy a migráció kérdésében ne kelljen szint vallaniuk a magyarok ellen, hogy Brüssz, előtt, hogy Brüsszelben mit csinálnak, hanem bizony a hitpénzbotrány, a városháza botrány, és egy csomó olyan ügy is ugye elkerülhető a, a, a kegyelmi ügy habosításával, amiről ők nem szívesen beszélnek, ez is mind lefelé húznák a Ha például többször elhangozna az, hogy úgy kell ültetni a fákat a városházán. El, hogy, hogy közéjük lehessen építeni még egy épületszárnyat, ezt azonnal mindenki megérti. Tehát ez is benne van, hogy, hogy, hogy támadható Karácsony Gergely, de hát ez arról is szól, ugye, hogy ő most megpróbálja szintén magasabb szintre emelni a kampányát, ő Budapest köztársaságról beszél, ugye, mint a, a csillagok háborújában. Én ezt próbálom ja. értelmezni egyébként, de kicsit furcsa, de... Hát ez is egy ilyen generációs talán. Tehát ő is ugye az a generáció, tehát ugye ez a jó és a rossz harca, ezt hallottuk Joe Biden-től is az évértékelő beszédében. Ezt látjuk egyébként a soros hálózatnál is, hogy ők a demokráciák és autokráciák harcaként látják ezt a szuper választási évet, ami most ugye zajlik, hogy a tájvani választástól az amerikai elnök választásig most éppen talán két hét múlva dél koreában lesz választás, de Pakisztánban is volt, most, ugye most van Oroszországban, bár ugye ott az eredmény nagyjából megvan, mondjuk jövő héten Szlovákiában választanak köztársasági elnököt, ugye szeptember végén Ausztriában lesz parlamenti választás, hát hogy ez a jó és a rossz, ugye az árnyék és a fény, a jedik és a, a szit nagyurak közti konfliktus, hát megpróbálja ő is a maga módján ezt egy kicsit dramatizálni, mert ugye mit mondtam, a, a teljesítményét nem nagyon tudja kirakatba tenni, mert nem nagyon látszik a fővárosban az, hogy hogy, hogy milyen új projektek vannak, és hát a, a bicikli sávokhoz képest, vagy a, vagy a, vagy a láncid autómentesétét, ezek pont olyan egyébként szimbolikus tételek, a politikai kommunikációs tankönyve Pont ezt írják, hogyha nincs teljesítményed, nincs érdemi teljesítményed, akkor olyat kell csinálni, amiről mindenki beszél, és hát a biciklisávokról mindenki hallott, vagy hogy az, hogy a láncidra nem, ha visszaengedték volna a láncidra az autókat, akkor senki sem jegyezte volna meg, hogy ott történt valami. Most, hogy nem engedték vissza az autókat, most ezzel mindenkinek van beszéd témája, és akkor a főpolgármester a környezetvédő pozícióban tud tetszelegni, és ugye rögtön ő arról beszél, hogy nincsenek autók a láncidon, míg a, míg a fővárosi ellenzék meg arról beszél, hogy 5 milliárddal többe került a felújítás, sokkal kevesebb műszaki tartalommal, és az 5 milliárdnak a harmadát pedig öm, 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 még mindig keresi az ügyészség. Na hát viszonyára sokat fogunk még ezekről a témákról is beszélgetni. Kiszeri Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.